Ahogy többször mondtuk már itt az M1-en, Irán tucatnyi rakétát lőtt ki hajnalban az amerikai erők által használt két iraki légi támaszpontra. A támadás válasz volt arra, hogy Washington egy dróncsapásban megölte Hassem Szulejmánit, az iráni forradalmi gárda egyik tábornokát. Az első hírek szerint a támadásban életét vesztette az iraki hadsereg egy tisztje, öt katona pedig megsérült. Ezekről is szó lesz a következő percekben, Barna. Köszönöm szépen, Szenes Zoltán professzor ura, Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára. Jó reggelt, tábornok! Jó reggelt kívánok! Milyen válaszlépés ez? Hát nyilván Irán azt mondja, hogy nem hagyhatta válasz nélkül. Több millió ember vett részt a kivégzett tábornok, vagy likvidált tábornok temetésén, temetési szertartására, ahol ugye halálos áldozatok is voltak. Itt megállhat a válaszlépés? Érdekes, mert az Al-Assad támaszponton külföldi katona meg sem sérült, egy iraki katona halt meg. Az erbeli támaszpont mellé lőttek egyet, a másik jó mellé, mert 30 kilométerrel, a másik szintén mellette csapódott, de fel se robbant. Tehát ez egy ilyen, na, válaszoltunk, de itt megállunk? Hát sajnos valószínűleg nem. Hát ugye a iráni közlemények szerint 13 vészforgatókönyvet dolgoztak ki, amit ugye alkalmazhatnak. Ezek gondolom ugye iránymutatások vannak is, különböző, hát kb. Fél száz iránbarát síta katonai szervezet van, és ugye ők mérték ezeket a csapásokat. Tehát azért a veszély és kockázat nagyon magas, de igazából igazi kemény amerikai célpontokat még nem támadtak. Tehát ugye az a 13 forgatókönyv elsősorban az Egyesült Államoknak a megbüntetését szolgálná. Milyen lehetőségei vannak még Iránnak? Most nyilván a nyílt katonai konfrontáció sem az Egyesült Államoknak, sem Iránnak nem érdeke, már csak a eltérő hatalmas katonai kapacitások és potenciál tekintve is. De mégis itt le lehet zárni a hormuzi szorost, vagy kibertámadásokat lehet követni, stb. Stb. Ugye Iránnak az elmúlt, hát gyakorlatilag a 2006-tól kezdve nagyon komoly tapasztalat, az úgynevezett hibrid hadviselés. Ugye maga Szulejmáni tábornok is az iráni köztársaság gárdának a külföldi műveletekért felelős parancsnoka volt, ugye 20 ezer fős wattes nagyságú erőt vezényelt, és hozzátartoztak a kibererők is, a rakétavédelmerők, a drónerők. Tehát lényegében aszimmetrikus hadviselésre jól felkészült Irán, rengeteg tapasztalata van, és ugye ez egy komoly kockázat. Ugye ennek egyik jele volt, amikor mondjuk a Jemenből a huszik, de iráni fegyverzettel is, tanácsadói kiképzését is segítettel két olajbázist bombáztak Szaúd-Arábiában, ami komolyan veszélyt jelentett az olajellátásra. Tehát a fenyegetés, ezt úgy mondjuk, hogy a fenyegetés elmélet, a fenyegetés az valós, mert olyan képességei vannak, amivel tudnak komoly veszteséget okozni. Tehát komolyan kell venni. Hát most ugye azt látjuk, mind a két oldalról egy ilyen fenyegetési eszkaláció van. Kérdés, hogy ez mikor fog majd kiegyensúlyozódni. Ugye most irániak ugye az összes amerikai katonaerőt közép-keleten terrorista szervezetnek nyilvánították, Pentagon terrorista szervezetnek nyilvánították. Tehát gyakorlatilag ez egy komoly kockázat, és nem tudjuk, hogy milyen válaszok lehetnek. És akkor még egy dolgot, ugye a Irakban lévő amerikai erőknek igazából tartózkodásnak azon kívül meghívták őket 2014-ben hivatalosan, amikor a ISIS félig elfoglalta Irakot, az iszlám állam. Igazából a mostani ott tartózkodásának nincsen jogi alapja, tehát nincs szerződés, nincs szofa, tehát a csapatokkal kapcsolatos bázis állomásodással kapcsolatos megállapodás, és az iraki kormány is arra szólította fel az Egyesült Államokat, illetve magát külföldi katonákat, hogy hagyják el Irakot. Ugye ennek az egyik jele, hogy most már több ország bizonyos átcsoportosításokat végzett a katonai erőkbe. Igen, a megengedi professzor, meg is néztem, hogy már amit tudomásunkra jutott, ugye én szóltam meg NATO főtitkár, azt mondta, hogy még a kivonásról nincs szó, a kiképzés támogatást és a kiképzést egyelőre felfüggesztik, de Németország áttelepítette a katonait azonnal Jordániába. A horvátok Kuvaitba, a többieket hazaküldték Horvátországba. Kanada katonainak egy részét Kuvaitba csoportosította, a többiek maradtak. Az olaszok Bagdadtól lejjebb húzódtak, de maradtak. Az angolok gyakorlatilag maradtak.
A franciák maradtak ugyanott, ahol vannak, de a magyarok is maradtak. Igen, csak ezt látni kell, hogy a Irakban ugye van egy NATO művelet, ez a kiképző művelet, ugye a NATO Bagdadban, illetve két városban, ahol iraki katonai kiképzési intézmények vannak, ott tevékenykedik. De ez egy fegyver nélküli tanácsadó, kiképző, segítségnyújtó, képességnövelő művelet. És van egy másik, ami az iszlám állam elleni háború, az úgynevezett inherent resolve, amiben ezek az erők is benne vannak, és ugye ezek a kivonások vagy átcsoportosítások, ezt a kontingenst, amely ugye NATO-tól kvázi független, de amerikai vezetésű, van egy nagy koalíció, 72 ország, 3 szervezet, amely 14 óta harcol az iszlám állammal szemben. Itt a nagy veszély az, hogy ugye most hivatalosan ugye megszavazták, meg hát bár nem kötelező erejű, de végülis a politikai nyomás van a kormányra, hogy az Egyesült Államok 5000 amerikai katona van most ott, de most erősíteni is akarnak, tehát ez majd következő kérdés, hogy most növelik, vagy hogy lesz. De nagy veszély, hogy mivel jogi tisztázatlan helyzet van, hogy ez mekkora veszélyt képvisel az Egyesült Államok hadseregének. Professzor uram, iraki parlament és a kormány is szorgalmazza, a parlament meg is szavazta, hogy a külföldi katonák menjenek haza. Nyilván a NATO még ezt nem fogadta el, hivatalosan nincs deklarálva. De mi történik akkor, ha a NATO azt mondja, hogy valóban minden katonánkat kivonjuk onnan, hiszen ez egy összetett hadsereg, ugye nemzetállamok hadseregei vannak, igaz, hogy NATO kötelékben. Hogy fested egy ilyen kivonulás? De pont az a lényeg, hogy a NATO igazából kb. 400 fős kiképzésért felelős, a többi erő az a koalícióhoz tartozik, tehát az amerikai vezetési koalíció, és minden katonai erő, mondjuk itt az előbb helyesen elmondta, minden katonai erő az nemzeti döntés alapján van ott, és nemzeti döntés alapján vonul ki, vagy csoportosítják. Ugye mi katonáink Erbilben, ők is ugye az iszlám állam elleni művelet részeként vannak, ott nem pedig a NATO kiképzési, vagy a NATO művelet részeként van néhány egyéni beosztás Bagdadban, de igazából ezek a döntések, amelyeket most hallottunk, ezek igazából az amerikai irányítású katonai műveletet érintik. Éppen most kaptam a hírt, hogy a jordániai hatóságok azt mondják, hogy úgy tudják, más nem erősítette meg, hogy az ukrán légitársaság gépét, ami a teheráni reptéri felszállás után lezuhant, és 180 ember a fedélzetén, a hírek szerint zuhant le, és senki nem érte túl. Állítólag az iráni légvédelem lőtte le, senki nem erősítette meg, csak a jordánok. Hát nem tudom, nem hiszem azért, de ezeket nem tudjuk, tehát ugye lehet, hogy technikai baleset volt, de az kétségtelen minden hír, ami ilyen típusú, akár a temetésnek az állalasztása, az a kaotikus helyzetet, illetve a feszültség fenntartását szolgálja, és itt azért a NATO-nak is, meg az európai, ugye most pénteken majd az Európai Unió külügyminiszterei tárgyalják a problémát, tehát igazából itt az európai nemzeteknek van egy komoly szerepe, mert így csillapítani kellene, illetve hogy lehetleg megelőzni a további eszkalációt úgy, hogy ugye általában Irán ellen megy a figyelmeztetés, azért az amerikaiak is értsenek belőle. Ugye a lányomnak mondom, hogy a menyem is értsen belőle. Professzor úr, tisztelettel köszönöm. Köszönöm szépen.